Sziasztok, üdvözlök szépen mindenkit, itt is vagyok a folytatással, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Elmentünk a múzeumba. Hát sajnos én meghaltam, a hölgyik él. Most azt nem tudom, mert ugye, mikor fel kellett venni a műkincseket, ugye nem jelezte ki, hogy be tudom magamnak tenni. Ugye alapcuccokat hoztam. Legalább továbbra is depressziósak maradunk, hogy meghaltam én is. Egyébként, hogyha jól láttam betöltésnél, ugye rengeteg mindent tudunk lootolni. Itt dokumentumokat és iratokat tárolnak. Van ott még egy ember. Ez az ő irodája.
Zoran. Na már, hogy fogunk Robán nélkül boldogulni? Erről, hogy csatlakoztunk. Itt a kaja, legalább annyit tudok már. Rengeteg a munka. Ez a szárny járt a legjobban pórul. Egyébként eddig nem is volt múzeum a játékban, ha jól emlékszem. Hú, bakker, tudom, mi van velem. Thank you.
Valami Battle of Reach mocsár. All the Visenics know the story on this painting. Jaj, a nagyapjával úgy látszik, sokat jártak ide. Lavagok. Ja, manapság már nem. Van. Stuki. Egy bomba. Roppanószer. Nem létezik manapság már. Na, ez is dohányzó, ez a zarán. Nagyon sok műalkotás van itt azért.
Azt nem mondta, hogy teljesen... Te, oda le kell vinni. Fú. Elszívtad a cigit, az összeset? Normális vagy? Fát, öreg, fát! Ah, van egy lappikke. Azért gyorsan.
Most már van a szupermarket. Na, de elmegyünk, nézzük. Then show the supermarket company targeting the outsourced scavengers instinct. Oh, hello. Az egy gyerek? Több gyerek is. Jó, ez közel volt. Ezt a szupermarketet egyébként jól ismerem, úgyhogy ugye általában nem ez szokott itt lenni, nem más dolgok ugyebár. Valaki van itt.
Szerintem azok nem jó emberek. Ó, pont ez a hőmérő kell. Csapatban úgy sincs most kávés. Csak dohányzó, ez meg úgy sincs. Ó, ez is kell. Ezért most itt marad. De két lappig kell. Ez... Hú, tényleg idő van. Jó, hogy elkezdett pittyegni, nem néztem az időt. Az szomorú. Annyi ugyebár, hogy ezek a kincsek, amiket ott hagytam, azokkal mi van?
Most már összedőlhet. A legközelebb már kimentettük a cuccot. Na. Na, hagyom, akkor lehet dolgozni. Ezek az én cuccaim. Jól van, kérelek. Legalább magunkkal hoztuk a cuccaimat.
Na itt a cigit. Kaja is, király. Te futtatod ezt a helyet? Ez a szöveg. Dolgokat eldugni. Hát itt nem az zajlik, de... Egy hölgyem én jött, ugye be. Hoppá, kifosztották.
Ó, ez lopni kell. Na most egy. Ezek szerint. Nincsen tűzifa. Lehet, hogy mégse kellett volna még egy ágyat csinálni, de most már mindegy. Elve, hogy én fel vagyok készülve arra is akár, hogy valaki hozzánk csatlakozik, akkor csak kell két ágy. Gyűlnek a dolgok a raktárba.
Hát már nem fejező. Jó lenne már teljesen kilútolni a helyet, ennek helyen visszajönnöm. Annyi gondunk van, hogy kaja nincs elég. Azt az egy dolgot hagytuk egyenlőre itt akkor, minden más megvan. Ja nem, még itt. Még vannak dolgok. Azt az egy szem kávét nem tudom elvinni, mert nem 12-es a hátizsákja. Nem, csak 11-es. Elküldöm a Manuszt pihenni, hogy kipihenje magát, és itt kellopják a kajánkat, meg az alkoholt, fát, vizet, meg frászessen beléjük, hát nem igaz. Egyetlen egy kaján volt, és az egyetlen egy fát tüzelni valót is jó, szénnél vagyunk. A gyógyszert lopták volna el.
csak tényleg... Oké, meg tudom csinálni a jobb izét. Meg kéne... Két lockpicket csinálni. Van cigink, az furcsa, hogy nem lopták-e. Nézzük, egy, kettő... Még egy lockpick kell majd. Jó jönne, hogyha jönne ide a boltos úr. Beteg volt a Manusz, azt akartam, hogy meggyógyuljon, és hát elküldtem aludni. Ez az kaja! És még egy lockpicket. Muszáj vagyok tüzelőfát csinálni, mert mínusz 5-ben vagyunk. És még kaja, yeah!
Ha minden igaz, most már minden műtárgy el van rakott. Ja. Minden elmet rakott. Kell izé, láda, meg csavar. Hogy ott a nem lehet berakni. What the heck is that? Már megint! Na, megint találatot kapott a mózom. De jó. Egy teherautó kell, és valakinek biztos van, csak valamit kell neki csinálni. De meg is kell találni. Amúgy se csinált eddig se semmit, úgyhogy nem fog minket ez zavarni. Mert van rajta két fej. Aha, az ott bedőlt, azt most ezt kell ott menteni.
Hát az sírály, a felső mellett a teljesen megsemmisült. Hát az mindent. Meg jó, hogy végre befejeztem a többinek az elrakását. És kezdhetek mindent előről, mert felső emeletet telibe kapta a bombázás. Egy, kettő... Három... Hallod már ki magad. Kár, hogy ide a habsi nem jár, hogy lehessen cserélgetni nála a kaját. Bakkenem.
Lehet az idő. Nincs kajánk. De legalább nem tölt be senki. Csaj meg kipihente magát. Csaj, elnézést. Anyja. Anyja. Hogy kéne ezt mondani. Legalább azt a ládát, amit elővitt, ezt be is raktam el szerencsére. Lehet, hogy mégis jött az eladó kaja. Nem, az valaki más. Mert a kaja szereg. Ah, lehet üzletelni te. Jó. Nem én vezetem.
Valami fájt kell neki megkeresnem. Nézzük. Kaja kell. De ez nekem mindenképp kell. Na, oké, áll ezek. Ha már mindig áll ezek, akkor király. Akkor így. Nem tudom beteszkázni. Valami kart. Kéne. De Amazonusnál olyan nem is volt.
Nincs is közt, elközött, amit ugye kellene, hogyha nem is tudom, hol kell megtalálnom. Állandós, hogy piszkálom a szemem, csak... Balta kéne. Ez csak nagyon belement a por, vagy a szempélem. Jó, sok cucc van egy. Túloldalra lehet bemenni.
Hát itt nagyon jó sok cucc van. Játszanak a gyerekek. Azt mentem először. Tetőn ragadt a gyerek. Meg jó, hogy van lapátunk. Te, nem ez a boltosunk? Az eredeti. Igen, meg voltunk. Au! Proportottam az ujjam. Ah, bakke. Ez a baj, hogy ugye a kisrác azt mondta, hogy kaja meg gyógyszerek kellenének, de az a baj, hogy én is vagyok valami bővelkedően a kajába, most is egyet találtunk. Neki akkor gyógyszer kell mindenki. Hát
azt tudok hozni. Abból egyet-egyet tudok hozni. Gyújtós kell neki. Franc. Pérba kell. Mert tehát az idő, miközben beszéltünk. Na jó, legalább nem vittek el semmit, csak a manusz. Jócskán megsérült. Hon van? A legelőbb volt. Bekötöm a sebét. Aki anyja is megsérült, ez nem jó. Akkor neki is egy kötszer. Ezt gyorsanak meg kell szerelni, hogy le tudjuk vinni a cuccot. A maradékból meg mindenből tűzifát kell csinálni. Jó, hogy nem csináltam a fából tűzifát, rögtön meg kellett 3 darab.
Ha ezt a műtárgyat hamarabb megszereztük volna, most ugye tudnék elég tüzelőanyagot készíteni. Ezt elszámoltam, de jó. Hát oda kell megint visszamenni, mert volt egy rakás cucc, amiből lehet kraftolni tüzelnivalót, ugye? Ezt akkor hozni nekik. Ezek nem kellenek, hogyha jól emlékszem már. Legalább minél több mindent tudok vinni magammal. Ez csak a frásznak nem aludta ki magát. Régebben az volt, hogyha rányomtam arra, hogy nap vége, akkor kipihenték magukat. Most még nem hajlandó azt csinálni.
Na, megvan a kocsi! Király. Nem, még nem. Most elküldöm a hölgyikét aludni. A manusszal meg tüzelni valót gyártok. Találjuk benzin, miközben senkinek nincs. Aj, de jó. Meg nem is tudja, hová menjünk. Hát, de jó. Mindegy, hölgyike, alvás. Na, ezt mostanra meg már meg is gyógyult, az király. Szóval ide jövünk. Aha, itt teljesen beomlott tovább. Itt még ezek bélyek. Ó, nem áll, hogy már azt is ki kell mentenem. Hány fa kell? 5 darab. Na, hányik akar a... Hölgyike, ez nem is aludhat, neki muszáj ezt gyorsan innen elhozni. Háj. Aztán meg azokat is. Ezt nem hiszem el. Na és ő pont meg is van. Oké. A hölgyikét rögtön elküldöm aludni. Be nem fogja nagy, ma nem gát nagyon kipihenni szerintem.
Most azt akarom megnézni, hogy nem lehetne most elpakolni ezeket, mert így borzalmas. Nem. A réték nem. Hogy de jó. Találni kell benzint, meg... Aha! Az haladta azba találok én ilyen benzin. Meg motor is. Na, hogy azt mondja, craftoljak, mert az lehetetlen. Kajánk sincs ráadásul, ugye? Éhezünk. Ó, van két hely, ahol lehet menni. Na jól van, ameddig dumál, addig megyek lótulok.
kell lenne egy lockpick. Te jó, hogy nem szóltál hamarabb. Nagyon hiányzik az édesanyja, ezzel jönnünk kell megvigasztalni, vagy nem tudom. Ó, kell neki egy könyvet elhozni. El kell hozni azt a könyvet, amit a nőcike hozott megőrzésre.
Elhozom neked a fotóalbumomat, azt akkor mesélek. Nem már, hogy már megint idő van. De miért megy az idő, amikor dumálunk? Ezt nem vágom. Jó időbe. Nem lett még a túra. Valaki van az ajtóban. Tündérekről szóló könyv. Sajnos kaja még mindig nincs. Aztán ezt kiadj, csak úgy bejön. Te az nem egy katona. De egy katona. Ráadásul úgy látszik, hogy egy ellenséges katona. Na, kezdődnek a gondok. Na de jó. Csak a tényeket közölte. Hát igen, legalább van egy katonának esze. Ja, ha nemet mond, akkor végünk van. Hoppá, a festmény kell neki ahhoz, hogy ki tudjunk jutni.
Aha, pénzét el akarja adni. Nem már! Miért vagy ilyen nagyatlan? Ez a festmény megmenthetné a többi cuccot, meg az életünket. Felrakja a kocsira. Jöjjön mázeladó, kell a kaja. Így, hogy a másik kezemben nem kell csinálni semmit, nem tudom, hogy mi a frázt csinálják, ezt állandóan valamit brizgálok. Thank you.
Na, már rá is gyújt a cigire. Elloptuk a könyvet, amit a nő megőrzésre adott. Na, legalább megmenekül, ha nem került tűzre.
Hát igen. Valami pletyka. Megpróbálnak emberek elrepülni. Hát tudja, hogy lelövik a repülőt egyből. Ja, az nem repülés volt. Elhagyni. Na. Bocsánat. Valami régi bányán keresztül akarnak elmenekülni. Na, meg fogjuk nekik nézni. Bakker már megint. De miért megy az idő, miközben párbeszéd van? Amikor a múzeumban van párbeszéd, ott nem telik az idő, de így meg telik. De mi a frásznak? Tényleg sem elmondom. Ő is próbál kivezető utat találni. Csak tudjátok, hogy igen furcsa az, hogy gáz egyáltalán nincs, de áram meg van. Na, megérkezett a anyja. Hál' Isten. Hát ez rengeteg cucc, he.
megállás nélkül tüzelő anyag kell, ugye, meg ezeket frányézéket helyreállítani közben. És hát egyszerűen... nem tudom fejleszteni a szerelőpadokat. Elmegyünk az autószerelőhöz. Jaj, ez az autószerelő. Itt régen mindig volt egy eladó. A kaja! Legyen már még. Na. Nem valami jó élet. Nekünk kaja kell, de sürgősen, ugye be. És van is egy másodperc. Ó, bakker. Ez már nem lövés volt. Ez a robbanás. Ó, király. Sejtettem, hogy fizetni kell érte. Nehogy tüzelő fát mely mondani, vagy kaját, mert megütlök. Arany! Honnan szerezzek neked aranyat, öregapám? Öregapám? Aranyapám! Hát ott van a nyakláncunk, de azt nem hiszem, hogy aranyból van. De, a nyakláncom. Ez kell neki.
sejtettem, hogy megint betölnek. És már megint a tűzelőt vették el, hát ezt nem hiszem el. Na jó van emberek, a mai nap eddig tartott volna. Innen fogom folytatni nektek a következő nap ezt a kínszenvedést. Megy éhezést. Addig is. Sziasztok!